Bíró Attila Bonyhád új rendőrkapitánya középiskolás korában meghozta a döntést arról, egyenruhát visel majd, hivatása és hivatala elvégzése során. Közrendvédelmi szakon diplomázott, bár tanulmányi eredményei alapján bármilyen irányba elindulhatott volna. Az élet azonban közbeszólt. Elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát, és rendőrhadnagyként Tamási rendőrkapitányságon kezdtem dolgozni. Először beosztott bűnügyi vizsgálóként nem úsztam meg, meg a bűnügyet, viszont annyit hozzá kell tegyek, hogy rendkívül jó döntés volt az akkori kapitányság vezetőmtől, akivel amúgy 20 éven keresztül, bő 20 éven keresztül közvetve vagy közvetlenül dolgoztunk együtt. Nagyon-nagyon sok tapasztalatot szedtem össze vizsgálóként. Mai napig azt vallom, hogy ha valaki a bűnügyi ágnál elkezd dolgozni, akkor vizsgálónak mindenképpen lennie kell. Hogyha egyenruhás területen dolgozik, akkor mindenképpen egy járőri, baleset helyszínelői, körzeti megbízotti óriási előnyt jelent a későbbi munkája során. Időközben én a jogi egyetemre beiratkoztam, még a Tamási Rendőrkapitányságon dolgozóként, vizsgálóból közrendvédelmi alosztályvezetővé léptem elő és közben másoddiplomaként rendőrtiszti elvégzését követően le volt egy ilyen lehetőség a Pécsi Jogtudományi Egyetemen, hogy jogi hallgatók lehettünk másoddiplomásként levelezőn, és én ezt elvégeztem, ezt a jogi egyetemet közben, munka mellett. Nem kis feladat volt, de hál' Istennek sikeresen abszorváltuk. Majd 2005-ben jött az a lehetőség, hogy az akkori kapitányság vezetőm, a megyei rendőrfőkapitányság rendész, akkor közbiztonsági igazgatója lehetett, akkori nevén, és felkért engem, hogy Menjek én is a főkapitányságra dolgozni, forgalomellenőr zárosztály vezetőként, szintén az egyenruhás területen maradva, de egy kicsit belekóstolva a közlekedés a világába. Közrendesként kezdtem, közlekedést vittem két és fél évig, majd utána az ügyelet is a közrendvédelemmel együtt. És ez tartott egészen 2013-ig. Amikor is ö, ö, megszületett a tevékenységirányítási központ országosan, ugye, ahova a segélyhívásokat ö, ö, kapcsolják, és ö, ennek a megszületése után az ügyelet, mint önálló, osztály megszűnt, és létrejött a tevékenység irányítási központ. És én továbbiakban csak a szintisztán a közrendvédelmi szolgálati ág megyei szakirányító osztályának a vezetője voltam. Később a rendőrség alapszintű vezetőképzésében is részt vett. 2019. decemberében érkezett a felkérés, vállalja el a bonyhadi kapitányság irányítását. De mindenképpen úgy éreztem, hogy ez egy rendkívül komoly és megtisztelő felkérés. Vártam, amit végül is kaptam, egy rendkívül jó működő, precíz kapitányságot. Ugye Marcsek Sándor ezredes úr, aki Szexárdváros rendőrkapitánya lett az elődöm, nem hiába lett megyeszékhelyi rendőrkapitány, egy nagyon jól vezetett rendőrkapitánságot kaptam, és úgy érzem, hogy minden porcikájában jól működött ez a kapitányság, ezért én nagyon sok dolgot átvettem és nagyon-nagyon kis minimális apróságokban változtattam, vagy vannak folyamatban változások. Nyilván az új vezető személyéhez alakul a dolog, de nagy vonalakban azt gondolom, hogy egy jó működő kapitányságot kaptam. Minden kapitányság irányítása nagyon komoly kihívás, mondta a Attila. A járás 25 településének közrendélyét és közbiztonságáért felelek, ami nagy feladat. Az egyik kolléganőm egyszer, azt mondta nekem, hogy emlékszik rá, amikor először találkoztunk, azt mondtam neki, hogy az az álom, hogy egyszer rendőrkapitányság vezető lehessek.